Aki újonnan érkezett, annak elmondom, hogy immár a 14. Jazz Weekendet éljük, tehát 14 éve működik a Little Jazz Pub ott lent a pincébe, és minden idény záró aktusaképpen Jazz Weekend néven három zenekar koncertjét láthatják itt. Hál' Istennek az időjárás is kedvez. Elsőként Mózes Tamara kvartettje lépett fel, és a koncert közben, illetve szünetében megtükrinthetik az aulában Kökény János festőművész barátom tárlatát, és a tárlat és a most következő koncert közös aktualitása, hogy Kökény Jani barátom készítette a itt kezemben tartott CD-nek a borítóját, és ezen az ő festménye látható, eredetibe megtekinthető az aulában. Nem tudom, Jani, hogy megvásárolható-e, de mindesetre megtekinthető. Az viszont megvásárolható, amit itt tartok a kezemben. Hát kérem szépen, ebben a tokban egy alig kéthetes ikerpár lakozik. 5 év vajudás után sikerült létrehoznunk egy szerzői albumot. Ez egy 2 CD-s album, ajánlom szeretettel. Hát mivel hogy 2 CD-ről van szó, ezért úgy igyekeztem szelektálni, hogy az első CD-n koncertfelvételek, míg a második CD-n stúdiófelvételek hallhatók. Akik ismerik a munkáimat és a CD-imet, azok már megszokhatták, hogy elég eklektikus alkat vagyok, tehát ezt írom is a CD belső borítójá, hogy abban hiszek, illetve egyfajta az poétikámnak vallom azt, hogy a zene egy és megbonthatatlan, tehát hogyha úgy gondolom, akkor művészi attitűdömmel sétálgatok egyik műfaj a másik műfaj között, és ez a CD is ezt mutatja, hiszen a szóló kompozícióktól a rock és sőt még egyéb vizekre elvezve a nagyzenekari kompozíciókig, a hagyományos modern mainstreamig sokféle műfaj megtalálható ezen a CD-n. Hát kérem szépen, éppen ezért, hogy sokféle munkát akar, hogy sokféle kompozíció, sok stílusú, mondhatnám, kompozíció szerepel rajt, ezért hát nagyon sok szereplőt is igényelt ez a munka. Hát több mint 40 művész barátom közreműködésével készült. Hogyha a nagyzenekart is beleszámítom, akkor szerintem még 50 fölött is van. Természetesen az lenne az ideális egy CD bemutató alkalmával, hogy minden kedves zenész barátomat itt fellép, főként vendégül játjuk, hát ez sajnos lehetetlen. Ezért most ezen a koncerten főleg azokat a számokat mutatjuk be a CD-ről, amelyek az Equinox Quartet plusz 2 vendégművész részvételével készült felvételek. Mivel hogy azonban nem tudjuk az összes szereplőt itt felvonultatni, azért a tisztesség azt kívánja, hogy azért a legfontosabbakat, illetve hát a zenekar tagjait, tehát a nagy zenekar tagjait nyilván nem fogom felolvasni, de azért a szólistákat és a közreműködőket elmondanám önöknek, és egy tapsot várok az ő tiszteletükre. Tehát először a hölgyekkel kezdem, a közreműködők között Lakatos Ágnes, aki egy kórust is vezet, és a kórus tagjai Karosi Júlia, Palágyi Ildikó, Bazsinka Ágnes, Kész Petra, Kanizsa Georgina, Horváth Cintia és Matisz Flóra. Tehát ez az a Lakatos Ági által vezetett kórus. Most jön a taps. Köszönjük szépen. Aztán egy másik produkcióban üdvözölhetjük SS Viktóriát, és itt is üdvözölhetjük. Nemrég vendégünk volt a Little Jazz Pubban. Ugyanebben a számban működik közre Szebényi Dániel és Talics Bence. A Jóisten megáldott ilyen nevekkel egyes embereket. Mindegy, aki ismeri, tudja, vagy aki ki tudja mondani, az jöhet. Tehát Szebényi Dániel és Talics Bence. Na, legalább egy tapsa jutal. Köszönjük szépen. Aztán jönnek a gitárosok. Mohai Tamás, Gotthárd Mihály. Vörös Attila altszaxofonon működik közre. Kovács Tamás pozánozik. Szeder Balázs basszusgitározik. És van a CD-n egy DJ is, DJ Snare.
És egy Csintáron nevű rap művész, egy tapsot ők is megérdemelnek, és a Freestyle Chamber Orchestra Nagy János vezetésével. Na most azokat a, köszönöm szépen az ő nevükbe is, azokat az emberkéket, illetve zenekarokat soroltam fel, akik ma nem lépnek fel. Először a mi kis kvartettünk fog előadni a címadó dalt, a Mysterious Tales címmel, aztán majd utána hívunk a színpadra két kedves vendéget. Jó szórakozást kívánok! Ja, és a CD megvásárolható ott annál az asztalnál.
Köszönjük szépen, most pedig színpadra invitálom két vendégművészünket. Kovács Linda! Linda! Itt van. És Borvé Mihály. Tell me.
Kovács Linda, Borbély Mihály. A következő számunk címe Game of Chance, vagyis szerencsejáték. Azért adtam ezt a címet ennek a számnak, mert egy kis szerencse is kell hozzá, hogy el tudjuk játszani. Fogadják szeretettel. Thank you.
sleeping by your side, the morning breeze so gently in the sky. You wink, I gaze at you and say whatever comes, please wait for me, babe, sweet babe. Smile at us, we're here to play again. Lay down your heart and sing along with me. Gently in the sky, you wake, I gaze at you and say whatever comes first. Wait for me, babe, sweet babe. Peace, smile again. We're here to play again. Lay down me. Köszönjük szépen, Márkus Tibor szerzeménye. És Kovács Lindától hallottuk. Mielőtt az utolsó számot eljátszanánk, hadd köszönjem meg az önök figyelmét, és hadd köszönjem meg az, még egyszer a CD összes szereplőinek a magas színvonalú részvételét, és mindenkinek, aki támogatta, vagy valamilyen módon részt vett abban, hogy ez a CD megvalósuljon. És az utolsó számunk a Shadows Dance címet viseli, szintén Borbé Mihály és Kovács Linda szereplésével közreműködik Zana Zoltán, Csuhaj Barna Tibor, Jeszenszky György, Márkus Tibor. Köszönjük!
sometimes find me now. The rock to warp away my smile. The sorrow that leaves room way behind. Slowly, slowly makes me turn inside. I long to find the pity, the grind. I should break the hope to break the spell. Break me out. Stop and pray. Machines that made them all so cry. Da 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 da
Kovács Linda. Borbé Mihály. Zana Zoltán. Csuhai Barna Tibor. Jeszenszky György. Márkus Tibor. Köszönöm. Köszönöm. További kellemes szórakozást kívánunk. Még egy meghajlás. És...